Sziasztok, üzi mindenkinek, itt egy Robi, pmlradio.hu Mai videóban két csomag rádió van itt nálam az asztalon, és azon aprópó szeretném nektek bemutatni ezt a két csomagot, hogy hiába tűnnek egyformának, nem azok a rádiók. Ezek a készülékek a Motorola T92-es vízálló készülékei, az egyik az új, a másik pedig a régi készülék és ezeknek a különbségeit szeretném nektek bemutatni, pontosan mik azok alapján lehet megismerni, milyen tulajdonságok alapján lehet megismerni a régi és az új készüléket, és megnézzük, hogy miért lett jobb az új, mi változott. Na, kezdjük először is a csomaggal, a rádiókat pedig utána mondom. Csomagolás maradt ugyanaz, viszont a régi csomagban a fali töltő helyett egy szivargyújtó Ajzat volt, amit autóba lehetett használni. Ugye ehhez volt egy-egy mikro USB töltőkábel. Ezt sokan ö, panaszolták, hogy nem a legpraktikusabb, mivel általában nem az autóba tölti az ember, tehát inkább külön megvette mindenki szivargyújtó töltőt. Ezen ment a javítás, és az új verziónak már a 2.20-as fali töltő került a csomagban, tehát mondjuk, hogy praktikusabb a töltése a készülékeknek, de ugyanúgy maradt a síppal ellátott övcsat, és a dokumentáció a csomagban, és maradt ugyanaz a nagyon jó használható kis Cibzáras hortáska mini bőrönd. De térjünk rá magára a készülékeknek a, a, a különbségeire. Azt kell tudni, hogy a Motorola ö, visszakapta a Talkabut nevet, és ezáltal a régi verzió TLKR jelzéséről a Talkabut típusjelzésre jelzésre térve át, az új készülék már ezen a Típus néven fut, tehát, hogyha ha ilyet ö, tartatok a kezetekbe, vagy valahol kaptok használatra, akkor megnézitek hátul, hoppá, ez még a régi, típus, ez pedig az új. Belsőleg a készülék egy picikét megújult, mivel 2018-tól már ugye Magyarországon is lehet használni a felső 8 PMR csatornát, így, hogyha valaki vesz egy ilyen rádiót, akkor azt Leírás szerint kinyitva, 16 csatornával tudja használni, míg a régi megmaradt, mind 8 csatornás készülék. Továbbá pozitív változása az újabb talkabut verziónál, hogy megváltozott a rács, Mint látjátok, a régi verziónál euh, lukacsos volt a hangszórórács és a mikrofon rés, és elég apróka volt. Ezáltal nehezebben folyt kiből a víz, hogyha ez vízbe ejtettük, vagy esetleg sáros volt, valamilyen szennyeződés került rá, és ezt le kellett mosni, nehezebben jött ki, mivel benne volt még a víz, így a használat is nehezebb a közvetlen víz érintkezése után. Az új verziónál viszont már nagyobb, jóval nagyobb ö, hangszóró nyílásai vannak a burkolatnak, plusz a mikrofon rés is hatalmas tehát mondjuk, hogy majdnem négyszer akkora, mint a régi verziónál, ezáltal sokkal könnyebben ki tud bőle jönni a víz, vagy az egyéb szennyeződés, vagy ha tisztítani kell, és, és le kell mosni, akkor hamarabb kifolyik bőle a csapvíz. Szinte azonnal használható, de majd ezt is kipróbáljuk élesben, hogy hogyan szólnak a rádiók. Na, tehát a külsőre más tulajdonságok nem változtak, ugyanúgy megmaradt a nagy teljesítményű villanófényes lámpa alul, hogyha vízbe esik, akkor ugyanúgy automatikusan bekapcsol, és ugye a piros világításunk is ott van. Tehát külsőre fogásra megmaradt a nagyon jó fogható készülék, viszont az új 16 csatornásként is használható, ha ezt aktiváljuk, hangszóró nyílások mások lettek, nagyobbak, könnyebben kifolyik a víz, és ugye kapott egy új nevet, vagy hát a régit kapta vissza a készülék család. Na, ennyi a különbség a régi és az új T92H2O között. Én voltam egy Robi, ez pedig a pmradio.hu volt. Sziasztok!